A szeszes italok előállításáról, minőségéről és forgalmazásáról vitáznak a héten a belgrádi képviselőházban. A javaslat szerint pálinkát bárki főzhet, szabadon lehet majd főzni, árulni viszont csak azoknak lehet, akik rendelkeznek a szükséges dokumentációval, tehát regisztrált cégek, illetve vállalkozók. Csordogál a lecsapódott párlat a pálinka főző csövéből. Ügyelni kell, hogy lassú és folyamatos legyen a lefolyás, mondja Sinka Ferenc. A termelő szerint a szigorított törvények árthatnak a pálinka főzéssel foglalkozóknak. Ez nem motiválja a fiatalokat abszolút. Sajnos mondom, én tudok sokat, akik rá is álltak erre, ütettek ki gyümölcsösöket, meg minden bízva abba, hogy majd talán egy kis pénzhez tudnak jutni valami módon, de ha ez így lesz, akkor ennek jövője nincs. A szerb parlamentben kedden hosszas vita folyt a tömény italokra vonatkozó új törvényről. A mezőgazdasági miniszter szerint azonban a szigorítás elkerülhetetlen, mert a szerb termékek csak így lehetnek versenyképesek mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon. Primárny cíl je briga za zdravlje krajnjeg potrošača, kome se kroz primenu odredbi ovog zakona omogućava da na tržištu ima kvalitetan, zdravstveno ispravan i bezbedan proizvod. A jelenleg érvényben lévő alkoholos italokra vonatkozó törvény hiányos, valamint a termelőkre és a fogyasztókra nézve egyaránt hátrányos. Ebből kifolyólag a Vajdasági Magyar Szövetség támogatja a törvény módosítási javaslatot. U zakonu koji na snazi od 2009. godine se privatni proizvođači rakije ne spominju, ali će ovim novim zakonom biti regulisana njihova prava i obaveze. Prema starom zakonu privatnim proizvođačima rakije nije omogućena nikakva prodaja, što će se donošenjem ovog zakona omogućiti, što je svakako pozitivno i to poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara naravno podržava. A Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint Szerbiában évente nagyjából 45 millió liter pálinkát állítanak elő. Az ország lakosságát nézve ez fejenként 7 liter. Ez a szám pedig évről évre további 3%-kal növekszik. A téma kapcsán a stúdiónk vendége Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője. Üdvözlöm a stúdióban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves tévénézőket. Kezdjük azzal, hogy miért változik a törvény és miben lesz más. Igen, a törvény elsősorban azért változik, mert 2009 után egy rendkívül szigorú törvényt fogadott el a képviselőház, ami a pálinka előállítását illeti. Csak hogy néhány adatot mondjak, 1994 után, amikor ugye az akkori törvény után, körülbelül 1800 termelő, magántermelő foglalkozott alkoholos ital, illetve szeszes ital előállítással, és elsősorban ugye pálinka előállításával. 2009 után, miután elfogadtuk az új törvényt, ez az 1800-as szám, ez mindössze 200-ra csökkent le. Tehát csupán 200-an maradtak az egész országban olyan személyek, akik ezzel foglalkozhattak a különböző előírások miatt. Elsősorban arra gondolok, hogy agrármérnököt kellett alkalmazni a gazdaságnak, hogyha ezzel szeretett volna foglalkozni, különböző technikai és műszaki előírásoknak kellett megfelelni egy-egy ilyen előállító műhelynek, hogyha úgy tetszik, pálinkafőzdének, ahhoz, hogy egyáltalán ezzel foglalkozhasson valaki. És hát ezen változtat most ez a törvény, és ez a törvény így gyakorlatilag jó néhány könnyítést tartalmaz. Pontosan definiálja azt, hogy ki foglalkozhat alkoholis ital főzésével, forgalmazásával, illetve meghatározza azt, hogy kik lehetnek azok, akik ezzel foglalkoznak, és ugye a bejegyzés, a regisztrálás az teljes egészében lehet egyszerűsítve, és akár online interneten is bejegyezheti magát valaki az elkövetkező időszakban, és ezeknek ugye a műszaki és technikai előírásoknak nem kell megfelelni, nem kell agrármérnököt alkalmazni, ilyen szempontból ezek óriási könnyítések. Aztán a földrajzi védjegyeknek a bejegyeztetése, illetve használata teljes egészében leegyszerűsödik. Eddig ugye 6-7 védjegy volt, amit használtak termelők, most viszont egy egész régióban magát, azt a brandet, hogyha úgy tetszik, azt lehet használni. Tehát például a feketicsi megypálinkának gyakorlatilag a védjegye az most ugye több termelő is használhatja, könnyebb lesz a bejegyeztetése, és ugye megvan, hogy bizonyos ideig. Tehát ez is teljes egészében változni fog, is
könnyítve lesz. Tulajdonképpen bárki főzhet pálinkát, de nem mindenki forgalmazhatja. Így van, bárki főzhet pálinkát, újítás az is, hogy magánszemélyek az elkövetkező időszakban ugye saját használatra, minden további nélkül, minden további mennyiségben előállíthatnak, és ami újdonság, és ami nem volt 2009 után, hogy a párlatokat, vagy a félkész terméket, hogyha úgy tetszik, akkor legálisan eladhatják a fizikai személyek is, a termelők is, olyan személynek, aki a feldolgozásával és előállítással dolgozik. Tehát ilyen szempontból ugye nagyon egyszerű a dolog, ugye mindenki felél azért a termékért, amit előállított, és de viszont a jövőben sokkal könnyebben és egyszerűbben lehet beegyeztetni, és egyszerűbben foglalkozhat mindenki akár pálinka főzéssel is, és forgalmazással, mert ugye ez az egésznek a lényege. De ettől függetlenül, aki saját részre főz, saját részre készít, és esetleg van valamilyen fölöslege, minden további nélkül további feldolgozásra, átdolgozásra eladhatja azt legálisan, és ez mind rendben fog menni. Ez eddig nem volt lehet, erre eddig nem volt lehetőség. Hogyha úgy tetszik, akkor a kistermelők érdekeit figyelembe véve történtek meg ezek a változások most, amelyek megtörténtek. És ez támogatja a Vajdasági Magyar Szövetség? Hát mindenképpen a Vajdasági Magyar Szövetség ugye támogatta ezt. Egyébként magának a tanúsítványnak a megszerzése is sokkal könnyebb lesz, egy tanúsítványt vizsgáló bizottság alakul, ezek regionális szinten tudják majd ellenőrizni a különböző dolgokat, tehát nem az lesz, hogy egy központosított rendszer lesz. Ilyen szempontból is azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb és könnyebb lesz maga a termeltetés is minden. És hát azért, mert elsősorban ugye a kistermelők igényeit is figyelembe veszi, ezért támogatjuk is, jó néhány könnyítést tartalmaz, tehát így a mennyiséget meg tudjuk növelni az elkövetkező időszakban véleményem szerint, és hát az volna a cél, hogy minél több bejegyzett gazdaság legyen, aki ezzel foglalkozik. És természetesen nem kell ahhoz gazdaság, ahhoz, hogy valaki pálinka főzéssel foglalkozon, bejegyzett gazdasága, hogy legyen. Egyébként magánszemélyek is foglalkozhatnak ezzel, és mondom, hogy saját részre mindenki minden további nélkül az elkövetkező időszakban főzheti a pálinkát. Ugyebár az Európai Unió is támogatja a mezőgazdasági termékek feldolgozását és az oly módon való értékesítését, ez miatt kerülhetett ez napirendre, ez a törvénymód? Igen, az Európai Unió rendelkezésével összhangban, tudod, ez volt az egyik olyan fő ok, hogy összehozzuk ezeket a rendelkezéseket, ez volt az egyik fő ok a változása. Tényleg az Európai Unióban, ugye ez a Parlament Mezőgazdasági Bizottságán is elhangzott, hogy ámultak és bámultak, hogy mennyire szigorú rendszer működött az elmúlt időszakban. Tehát igaz, hogy 2009-ben is azt mondták, hogy az európai követelményeknek megfelelően hozunk majd törvényt, de ami nagyon fontos, hogy az Európai Unióban nem kell félni a különböző előírások, hiszen mindenféle bizonyos mennyiségre megvannak a kiskapuk, és ezeket a kiskapukat kell csak használni. Ugye itt beszéltem egyébként a felszólalásomban a kistermelő rendeletről is, ugye, hiszen vannak Európai Uniós országok, ahol egészen másként kezelik a kistermelőket. Ezt szeretnénk meghonosítani itt Szerbiában is, ami a kistermelőket illeti, és gyakorlatilag a pálinka törvényt is, vagy úgynevezett pálinka törvényt is ezért támogattuk, mert hogy ő is valamilyen formában, sőt, igen, a kistermelőket támogatja az elkövetkező időszakban, és segíti az ő piacra jutásukat. Feremond Árpád, köszönjük szépen, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinket. Én is köszönöm a lehetőséget.